Bizonyára láthattátok már ezt a típusú videót más hallgatóknál, ahol az illető eltölt 24 órát az erdőben egyes-egyedül áram, gáz, térerő és víz nélkül. Szeretném bejelenteni nektek, hogy én is csatlakozom ehhez a kihíváshoz. I know, senki nem kérte, de elegem van abból, hogy azt mondják, nem bírok ki egy percet sem a telom nélkül. Hívnak, bocsi. Nem zavarsz, mizum. Vagy hogy azt állítják az emberek, hogy egyszerűen alkalmatlan vagyok ahhoz, hogy az erdőben túléljek. Pont te, csoda, hogy a városba túléled. Na de apa, az egyetlen ember, aki hajlandó volt elkísérni ezen a rögös utamon, az nem más, mint a szerelmem, Eri. Három perc múlva kezdődik a challenge, amore mio. Nem várunk meg senkit. Dél van. Hivatalosan is elkezdődött a 24 órás challenge-ünk campingezni fogunk. Az első dolog, amit meg kell csinálnunk, az az, hogy felverjük a sátrat. Oké, állatok, amik megfordulhatnak ebben az erdőben. Én is te. Nem most szereztük be, mi gyakorlott erdészek vagyunk. Mi gyakorlott videósok is vagyunk. Tomi, szó a tervünk zseniális és töretlen. Kezdjük és már el! Kezdjük el! Hát én rád várom! Az még nem fel. Dehogy nem fel. Én ezt ide leteszem. Na de komolyra véve a szót, összeraktuk szépen a sátrat, és amíg Eri felpumpálta a matracot, amin aludni fogunk, addig átvettem a nadrágom, mert a szúnyogok szó szerint felzabáltak minket. Majd ezután megkértem, hogy cseréljük ki a kalapunkat, mert az övé sokkal jobban ment a szettemhez, ezután együtt betettük a matracot a sátorba. Amivel nagyon sietnünk kellett, nehogy az a rengeteg bogár bekerüljön a lakosztályunkba is. Ez itt, nem igazán tudom, hogy itt mi történt, de itt van egy másik szögből is. Eri elaludt. Picit lepihenünk, mert nagyon elfáradtunk ebben a sátorrakásban. Úgyhogy most egy nagyon picit szundizni fogunk. Max fél órát. Ez a szundi kicsit hosszabbra sikeredett, mint gondoltam. De legalább megtudtuk, hogy a sátor nagyon kényelmes. Ugye, Siri? Annyira jól sikerült ez a szundi, hogy energiára kaptam, és úgy döntöttünk, mit szólnánk ahhoz, hogyha egy kicsit körbenéznénk és kirándulnánk egyet. Még éhesek nem vagyunk, ráadásul itt nem messze van a Tisza folyó, úgyhogy oda lemegyünk, és egy kicsit élvezzük a természetet. Mehetünk? Kirándulásra fel? Tartsatok velem! Még... Ez mi volt? Nem tudom, de félek. Eri! Benne van a pakliban. Jani. Hogy vannak vad disznók? Hát láttuk. Hashtag erdős selfie. Mi? Biztos, hogy vissza fogunk találni. Tudod, hogy arra kell menni? Megérzi. Igen, a szúnyogok kemények. Szóval lehet eltévedtünk, de nem biztos. Nem tudjuk, hogy abba az irányba kell menni. Vagy abba az irányba. Oké, erdőt látok mindenfele. Itt le lehetne menni, de kicsit meredek, meg életveszélyes. Eri, nézd! Megyek. Ezt mi tartja? A gyökere. Ah, víz! Végre leértünk a Tiszaparthoz is, ahol nagyon kellett vigyázni, ugyanis az iszapos talaj nagyon csúszósá tud válni. Én mondtam. Aj, hát igen. Mehet a füldés? Ez így csodás. Na jó, mehetünk. Ezt én nem is értem, ezt álló helyzetben érted el. Felmondok. Taxi! Mondd el a tapasztalataidat. Az út ide rögös, de a kilátás csodás. Nem mondd, hogy soha-soha. Kudarctól fény, ne? Soha. Vesző, add fel. Hello, hol van a margaritám? A lényeg lényegében, de mindegy, a következő snit legyen, ahol már a táborhelyen vagyunk. 1-2-3. Kábum, vissza is értünk. Azt kell, hogy mondjam, hogy itt valami történt. Balhé volt. Nagyon nagy balhé volt. Ezek a tollak itt nem voltak, amikor... Azt és nézzük. Amúgy egy csomó van. A sátron is, ott is. Üdvözöllek titeket Lédi konyhájában. A következő a mai menü. Van itt kenyér, van itt paradicsom, fokhagyma, hagyma és egy avokádó. Ezt esküvit szereztem a fánom. A tervem csinálni avokádós tószót. Fogod az avokádót, már jól meg van érve, felvágod. Ez gyönyörű. Ez nagyon szép, ez egy gyönyörű avokádó. Van a kenyeret.
bele tuningolok. Take the salt. Nem baj, én úgy születtem. Rárakosgatod. És ezt megfogom. És egyesével rárakom. Szépen feldíszítem. Köszönöm szépen. Buen provecho, mi amor. Úgy gondoltam, elég veszélyes lenne, hogyha mi ketten sátoroznánk az erdőben, egyes egyedül. Nem is kell sokáig gondolkoznom azért, hogy miért. Úgyhogy kitaláltuk azt, hogy az erdő, ahova jöttünk, az itt van Tiszakécskén. Hozzám nem messze van az én drága barátnőmnek egy 100 éves háza. Ennek a kertjében fogjuk megcsinálni a videó többi részét. Továbbra sem engedélyezett az, hogy bemenjünk a lakásba. Kezdődhet az éjszaka. Attól függetlenül, hogy ez egy elkerített ház, az este így sem kímél. Szúnyog még mindig van. Challenge folytatódik. Az újabb felszereléseink. Zseblámpánk. Van egy fejlámpánk is. Még mindenek előtt. Room tour. Lakhelyünk. A villánk. Ez itt az előkelő asztalunk. Van hozzá szék, kettő. Igen, itt upgrade-eltünk. Igen, van egy parahinta. Van egy csap. Szóval szomja nem fogunk halni. Van egy trambulin. Kiket meregsz onnan. A következő. Fú, ez nagyon para. Há, ne! Ne! Jól vagy, Bé? Ez mi volt? Igen, tudom, de megijedtem, és egy csak valami fáj. Eltört? A csukló. Ráestem. Nincs itt senki, hát itt nőttem Engem fel. Engem nem érdekel, nem bízok semmiben. Visszatértünk. Szóval történt egy kis baleset, ugyanis megijedtem, és elestem. Szóval amit tudni kell erről a házról, hogy ez egy 100 éves ház, és itt minden 100 éve itt van, és ez szerintem elég para. És ez itt volt régen a kerti konyha. Úgyhogy, ez most komoly, látod azt a pillangot, ami kijött? Egyrészt, világíts oda! Ott láthatjátok a kinti fürdőt. Régen meg nem volt bent fürdőszoba, hanem csak itt kint. Úgyhogy ide jártak kifürdeni, és ott van a kerti zuhanyzó. Remélhetőleg most nem szarom össze magam félelemtől. Rohadjak meg! Mi van itt? Tudod, és így íző világítanak, és szembenézem velem, hogy denevér. Megvárlak. Dehogy vársz meg? Te vagy a kamerás. Hát mit gondolsz? Én a félős kamerás. Az ott egy kemence, és ott tárolták régen a fát, és itt csinálták a kaját. Sőt, ez egy füstölő is volt régen, nem? Szóval egyben füstölő is volt. Itt főzte, volt itt ám nem most, és itt volt egy ilyen kinti konyha. Oké. Szerintetek még ma eljutunk a kert végére? Ismételten megpróbáljuk a room tourt. És most talán el is jutunk a kert végéig. Ott egy balta, nézd. Jenny. Ott egy balta, tényleg ott egy balta. Vadszilva, vadszilva. Ó, de szeretem a szilvát. Szóval ez itt egy vadszilvafa. Ez egy bodzafa. Ez itt egy bodzafa. Na, apukád most büszke lenne rám. Egyszer, amikor kicsi voltam, elmentem apával a piacra. Nem jó ezt elmesélni, ha visszaért? Nem, nem, ezt most akarom elmesélni. És amikor elmentem apával a piacra, úristen, ott van valami! Oh. Várjál, Siri, várjál, várjál, nem esem, szerintem az csak egy macska. Szóval padlizsán. És odafutok, ahol van az a dolog, én is tudom mesélni. És nem tudtam, hogy melyik a padlizsán, mert... Eri! És a lényeg, hogy próbáltam úgy tenni, mintha tudnám, mi ez a padlizsán, és mondom, jó, jó. Az a cica szerintem. Eri, hát még csak, már csak egy fa van hátra. De te meséled a padlizsán. Meg a padlizsános sztorin vége. Szóval, gyere, most ne fuss el, léci. Megpróbálok. Még egy próbálkozás, hogy bemutassuk room tourt. Gyere. A lényeg, hogy megpróbáltam úgy tenni, mintha tudnám, mi ez a padlizsán. És elkezdtem válogatni a... De ha szeretnétek még ennél is parábbat látni, van itt egy kút, amiben, hogyha belenézel... Eri, ott van itt! Eri, mi van ott? Eri, mi? Ezt a bunkert a Jenny építette. Igen, ezt én építettem Eri kisöccsével, tök menő lett. Gyertek csak, hadd mutassam már meg. Itt lehet bejönni, és ez az asztal nem tudom, mire van felfordítva. És gyere, 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 nyugodtan bejön, ne félj! Fú, Eri, én itt nagyon félek amúgy őszintén. Az a bidéajtó az eddig is így volt nyitva? Igen. Vagy azt valaki használta? Fú, gyerekek. Most van este 10 óra, úgyhogy még 14 óránk van hátra a challenge-ben. Csak az éjszakát kell kibírnunk, a reggel már könnyű lesz. Na, de az éjszaka? Kicsi.
Legalábbis remélem, hogy csak valamilyen állat. Esküszöm, hallok hangokat. De Eri, ez a saját házad, kertje. Pontosabban 100. Olyan, mint a lépkednének. Nem azért, de most, hogy átgondolom, nem tudom, melyik az ijesztőbb. Egy 100 éves házban eltölteni 21 órát, vagy egy erdőben eltölteni. És te most ide leülsz nyugodtan? Hát mégis, hogy jönnék? Összegzés. Haza akarok. Egy kicsit én is. Attól függetlenül, hogy ez a mi házunk, nem szoktunk itt lenni, csak nagyon ritkán, és nem tudom, hogy mi történik itt, amíg nem vagyunk itt. Szomszédban konkrétan senki nincs. Igen, ide csak itt etetni jönnek. Akkor miért nem mozog 3 óráig? Én nem tudom, azért mondom. Igen, azzal nem számoltam, hogy a szomszéd az egy elhagyatott ház szintén. És ott a bárki bemelt a palászban, hogy van bent egy kép, mert ugye régen ez divat volt, van bent egy kép egy kislányról, aki igazából halott. De ugye meg akarták örökíteni, azért úgy beállították, mint hogyha még élne, és lefestették. Eri, Eri. Én félek. És nem azért, mert bármi megtámadna, de... Szépen rohadt para, nem? Rohadt para. Mert hogyha még anyáik bent... Ezt hallottad? Még anyáik bent lennének a házba, akkor még azt mondom, hogy oké, az lenne jó, hogyha többen lennénk. Ez eddig életem legijesztőbb pillanata. Sst, Eri. No, én kiléptem a csetből. Nem fogok hazamenni. De én igen. És feladni. De én igen. Nincsen semmi, ami bántana, eddig csak pár madár meg egér. És ott mi van? Állatok. Oké. Okay. És holnap visszanéznénk, és valami lenne a háttérben. No, Jenny, no. Eri, a te kertedbe vagyunk. Honnan? Nem az én kertem, én nem itt lakok, én Kecskeméten lakok. Ez Tisza kécske. Én a mondó vagyok. Igen. Hogy feküdjünk le aludni, hogy minél korábban reggel legyen. Olyan reggel 6 óra körül lehet, semmit nem aludtam. Nem mondhatom, hogy jön ezt róla. És olyan volt, mintha valami kis állat folyamatosan itt körözött volna a sátor körül. Korán van ahhoz, hogy a hangodat hallja. Kérek egy kávét. Kávét. Szerezzünk neki kávét. Meglett a szörnyeteg, ami nem hagyott aludni. Mit mondasz mentségedre?